diákok ünnepi műsora Geszteréden. A településen a Vármegyei Önkormányzattal közösen emlékeztek az 1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseire, eseményeire. Március 15-én mindig is a bátorságról és az elszántságról szólt. Ezen a napon emlékezünk azokra, akik álmodtak egy szabad és független Magyarországról, és akik bátorságukkal, az elszántságukkal megalkották ezt az álmot. A Vármegyei Önkormányzat 2006-ban indította azt a kezdeményezést, hogy a Vármegyeháza falain kívül közösségekkel együtt emlékezzenek a szabadságharc hőseire. Az elmúlt évben fejeződött be a geszteréti aranyszabja rekonstrukciójának a akciója közösségi összefogással, és hát talán ezért irányult most különösképpen a figyelem Geszterédre, hiszen egy honfoglaláskori aranyszabját találtak itt régészek a 20-as években, és ennek a helyi összefogásnak az eredményeképpen megvalósult a rekonstrukciója. Elosztjuk magunkkal az aranyszabját is, hogy a geszterédiek, akik esetleg még nem látták, kevés lehet ilyen, újra megcsodálhatják, vagy láthassák ezt a fantasztikus ötvös munkát. És az ötvös munka azt üzeni számunkra, a geszterédiek számára, a vármegyeiek számára, hogy az a szabadságvágy, az a fiatalság, az összefogás, ami 48 hőseit jellemezte, az újabb ezer évig is itt lesz közöttünk, hiszen a geszteridi aranyszabja az őseink üzenetét hordozza számunkra több mint ezer év messzeségéből. 1848. március 15-e a történelem olyan mozzanata, amely évről évre egyre erősebb és érvényesebb tanulságot tartogat, mondta Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, 176 éve a magyarság nem akart mást, csak hogy dönthessen saját sorsáról. Akkor honvédként kellett helytállni, most pedig a munkás hétköznapokban kell Magyarországot, a magyar nemzetet építeni, de viszont a birodalmak most is ránk akarnak telepedni, keletről is, nyugatról is. Akkor marad szabad és független Magyarország, hogyha ezen törekvéseknek ellen tudunk állni. Erről szól 1848. március 15 üzenete. Az ünnepség díszvendége Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára volt. A politikus szerint a magyarság önazonosságának legmeghatározóbb ünnepe március 15-e. A kérdés akkor is az volt, ami ma. Hogyan tudjuk a kultúránkat, identitásunkat megmenteni, és egy olyan Európában, világban gyarapodni, ahol a globális gazdaság, a nagypolitikai érdekek feljebb valónak mutatkoznak a nemzet megmaradása fölött. Ma újra Európa történelme különösen érzékeny. A jövő meghatározó időszakát éljük. Józan fejjel, felelős döntéssel kell azon az úton maradnunk, amiért harcba mentek a 48-as márciusának hősei. Március 15-e a magyar sajtónapja is egyben. A Vármegyei Közgyűlés minden évben ezen a napon bronz emlékérmet ad át. A közvélemény hiteles tájékoztatása terén végzett tevékenységéért idén a Vármegyei Sajtódíjat Tarci Gyula vehette át. Az esemény végén katonai tiszteletadással megkoszorúzták a település főterén álló Kossuth szobrot.